Hello Friends! Ma Hilbert rendszerével fogunk megismerkedni, ami egy deduktív rendszer. Ez azt jelenti, hogy inputként kap egy szigma formulhalmazt, és ennek az összes következményét elkezdi szépen egyesével levezetni, kigenerálni, mégpedig tehát oly módon, hogy minden egyes következmény előbb-utóbb meg fog jelenni az outputom, és csak a következmények. Ez a rendszer is ugyanúgy, mint a rezolúció, valamilyen speciális alakú formulákon dolgozik. Itt nem konjunktív normál formán CNF-en, hanem olyan formulákon, amik csak az implikációt, meg az azonos hamisat használják az ítéletváltozókon kívül. Ez nem egy nagy megszorítás, mert hát láttuk már, hogy teljes rendszert alkot ez a két logikai művelet, úgyhogy minden formula egy belekülens alakra hozható, ami csak ezeket a jeleket használja. Na, a Hilbert rendszerében kétféle dolog van, axiómák, pontosabban axióma sémák, ezekből van 1, 2, 3, és egy darab következtetési szabály, amit majd mi mindjárt később látunk. Na, nézzük az axiómákat, meg hogy kell őket használni. Először is az első axióma a híres és méltán népszerű f nyíl, g nyíl, h nyíl, f nyíl, g nyíl, f nyíl, h. Oké. A második az f nyíl, g nyíl, f, a harmadik meg az f nyíl, hamis, nyíl, hamis, nyíl, F. Ugye megpróbáltam hangsúlyban is mutatni azt, hogy hol van a középső, a legkülső műveleti jel ezekben a formulákban, mert sajnos az implikáció az nem egy aszociatív művelet. Az F nyíl G nyíl F így ebben a formában ugye nem ekvivalens az, hogy F nyíl G nyíl F, ezért amíg Hilbert rendszerezünk, addig nagyon sok zárójelet sajnos ki kell pakolnunk, és nem elfelejteni, hogy éppen az a aktuális formulák, amikben dolgozunk, melyik is a külső műveleti jel, mert az fontos lesz. Na, az van ideírva, hogy ezek a formulák tautológiák, ez is lényeges tulajdonságok, megnézzük is meg, hogy miért ellenőrizzük ezt csak le gyorsan. Hát például az f nyíl g nyíl h nyíl f nyíl g nyíl f nyíl h, az, ha az f hamis, akkor ez itt egy hamis nyíl something implikáció, az igaz. Itt is van egy hamis nyíl something, az is igaz lesz, ez is igaz lesz, és akkor ezért végül is egy 1 nyíl 1 nyíl 1 lesz a formulának az értéke. Ez itt igaz, tehát stimmel, tényleg igaz lesz. Ha pedig az f igaz, akkor ugye az 1 nyíl valami az ezzel a valamivel leszek ugyanolyan értékű abban a struktúrában, ahol éppen kiértékeljük, és akkor ez is g nyíl h lesz, 1 nyíl g, egy nyíl h, és ez is g nyíl h lesz, úgyhogy a g nyíl h nyíl g nyíl h-t kapjuk akkor vissza, ami szintén igaz lesz minden értékadás mellett, tehát ő tényleg tautológia. A második, megint meg lehet azt nézni, hogy az f igaz vagy hamis, hát ha az f igaz, akkor emiatt igaz lesz az egész, mert akkor ez is igaz, és ez is igaz, mert a nyíl igaz lesz, hogyha jobb oldalra igaz. Ha meg hamis, akkor emiatt lesz igaz az egész formula, mert hamisból mindegy, hogy mit teszünk a jobb oldalra, akkor igaz lesz az eredmény, hamisból minden következik. És ugye ide is van írva, hogy a sorrend az fontos, mert nem aszociatív a jel. Most, ha nem teszem ki a zárójeleket, mert rengeteg sok van belőlük, akkor az defaultból azt jelenti, mint hogyha ide jobbra lenne kitéve a zárójel. Ezt azért igyekszem ritkán csinálni, mert szerintem elég nehezen olvasható. Nézzük a harmadikat. F nyíl hamis, nyíl hamis, nyíl F. Ugye az F nyíl hamis, azt is láttuk már, amikor megnéztük, hogy ez egy teljes rendszer, hogy ez a formula így maga a nem F-fel ekvivalens, úgyhogy akkor ez így egyszerre a nem-nem F-fel ekvivalens, és hát nyilván a nem-nem F-ből következik az F, úgyhogy tényleg ez is egy tautológia formula, fantasztikus. Mit is csinálunk ezekkel a formulákkal, ezekkel az axiomas sémával? Példányosítani fogjuk őket, ami azt jelenti, hogy kiválasztunk egy szimpatikus axiómát, a benne levő nagybetűket pedig arra írjuk át, amire csak akarjuk. Persze nyilván, amikor egy példányt gyártunk, akkor ha abban az axiómában két F van, akkor mind a kettő helyre ugyanazt kell írnunk. Na, ezt így jelöljük. Tehát, hogyha az F formulát kiválasztjuk, és a benne levő P1 helyére F1-et írunk, P2 helyére F2-t, blablabla, Pn helyére Fn-t, ezek ugye a változók, akkor azt a formulát, amit eredményként kapunk, azt így jelöljük. Nézzünk erre egy példát, ha második axiómát példányosítjuk, hogy F nyíl G nyíl F,
Mégpedig úgy, hogy az F helyére P-t írunk, a G helyére meg P-nyír P-t írunk, azt így írjuk, ezt a példányt hozzuk létre, és az ugye ez a formula lesz, mert az F helyére P-t, a G helyére meg P-nyír P-t, hogyha írunk, akkor ez tényleg az F nyíl, G nyíl, F alakú formula lesz, pont úgy zárójelezve, ahogy annak lennie kell, tehát ezzel nincsen gond. Jó, szóval így néz ki egy példánya az axiómáknak, axióma sémáknak. És azt mondtam, hogy nem csak ők vannak, hanem következtetési szabályt is használhatunk, de konkrétan csak ezt az egyet, amit úgy is hívnak, hogy leválasztási következtetés, meg úgy is, hogy modus ponens, rövidítve meg MP-vel szokták, mint manapont. Miről szól ez a következtetés? Ez azt mondja, hogy ha az F is rajta van már a listánkon, levezettük az F-et, és az F nyírgé is rajta van, tehát van egy implikációnk, és annak a bal oldalát már levezettük, akkor ugye elvileg azt tudjuk róluk, hogy mind a kettő következik az inputból, és ekkor nyilván a G is következik, hiszen ha ez is egy, meg az F nyír G is egy, akkor a G is egy értéket vesz föl minden ilyen struktúrában. Ez az, amit mondtam, hogy ez egy helyes következtetési szabály, tehát ha ezt csináljuk, akkor tényleg csak következményeket vezetünk le. Na és akkor, mi is a levezetés ebben a rendszerben? Ha megkaptam inputként a sigma formula halmazt, és elkezdek generálni egy listát, az F1-et, F2-t, F3-at, és Fn-t, mégpedig úgy, hogy erre a listára háromféle okból veszek föl elemeket, vagy azért veszek föl valakit, mert benne van a szigmában, ilyet csináltunk a rezolúcióban, és fölvettük a szigmabeli klózukat, vagy példányosítok egy axiómát. Ez itt nagyon-nagyon nagy keresési teret jelent, mert a három axiómát tényleg úgy példányosítom, amelyiket ahogy csak akarom, annyiszor, ahányszor csak akarom. Szóval ezen azért optimalizálni kell egy kicsit, hogy mégis jó irányba menjünk, hogyha egy irányba szeretnénk terelni a levezetést. És a harmadik pedig hát ennek a modus ponens szabálynak az alkalmazása, hogy már két korábbiból, amit már levezettünk, leválasztással megkaphatjuk. Termeljük a listát, és ha egy formula rákerülhet erre a listára, akkor annak ez lesz a jele, a szigmából levezethető Hilbert rendszerében az F. Na most ugye itt a szigma egy formula halmaz itt bal oldalon, és amikor nincsen benne egyetlen egy formula sem, akkor ahelyett, hogy üres halmazból levezethető az F, azt fogjuk írni, hogy levezethető az F. Csak úgy a nagy, semmiből. Oké, ez a definíciója levezetésnek, nézzünk rá példát. Szóval ez itt azt mondja, hogy a semmiből, az üres halmazból le lehet vezetni a P nyír P formulát, tehát ilyenkor nyilván az eleme szigma lépést nem tudjuk használni, mert senki nincs a bal oldalon, úgyhogy kétféle lépésünk van, vagy axióma példányosítunk, vagy leválasztunk. Például ér az, hogy kinézzük a kettes számú axiómát, a kettes számú axióma az F nyír G nyír F volt, és az F helyébe P, G helyébe P nyír P helyettesítve azt kapjuk, hogy F nyír G nyír F, szuper, P nyír P nyír P, nyír P, remek. A másik, mondjuk az első axiómának vesszük egy szimpatikus példányát, azt mondja, hogy F nyír G nyír H nyír F nyír G nyír F nyír H, mondjuk az F helyébe P-t, a G helyébe P nyír P-t, a H helyébe P-t helyettesítek, mert miért is ne, ér ugyanazt a formulát helyettesíteni két különböző nagybetű helyette is egy példányon belül, tehát akkor azt kapom, hogy P nyír P, ez a G, nyír P, ez a H, így van zárójelezve, oké, ez van a bal oldalon, ez a piros azért van, mert ez a legkülső nyír ebben a formulában, F nyír G nyír F nyír H, ez tényleg egy axióma példány, fölvettem, generáltam az egyes axiómából. Miért olyan jó ez? Azért, mert most megjelent az F nyír G alakú formulám, ez, aminek már korábban volt egy F változata is, ez itt, és ez, meg ez, betűről betűre, karakterre teljesen megegyezik, pontosan ez az a helyzet, amikor lehet használni a leválasztási következést, tehát van egy implikációm, és annak a bal oldala is megjelent a premisszája, akkor fölvehetem a jobb oldalát, a konklúziót, ezt, ugye ez itt strcpy, innen ide. Leválasztottam, és mondjuk oknak ide írom, hogy modus ponens-szel kaptam az első és a második formulából, a sorrend az tök mindegy, lehet itt 2-1 is, hogyha az úgy jobban tetszik, annyi esze csak van mindenkinek, hogy megnézze, melyik volt a hosszabb. Oké,
és akkor van nekem most éppen egy ilyen formulám, és a bal oldalán egy p-nyíl p-nyíl p, de hát ez egy axioma példány, mert a kettes axioma f-nyíl g-nyíl f, ha f-helyébe p-t, g-helyébe p-t helyettesítek, akkor a p-nyíl p-nyíl p-t fogom kapni. És megint az a helyzet van, mint az előbb, van egy implikáció, aminek a bal oldala is fölkerült a listára, és ezért a jobb oldalát levezethetem, leválasztási következésre a 3-asból és a 4-esből megkapom a p-nyíl p-t. Hurrá, ez tényleg azt jelenti, hogy a semmiből, mert ugye nem volt olyan lépés, hogy fölveszünk egy formulát csak úgy, valami szigmából, levezethető a p-nyíl p formula. De ami itt nagyon fontos, az még mindig az, hogy mindig csak a legkülső műveleti jel mentén vezethetjük le, választhatjuk le a formuláinkat, ezért azt, hogy melyik a külső nyíl, azt mindig alaposan meg kell nézni, az például nem ér, hogy itt egy p-nyíl, p-nyíl, p-t csak így levágsz, és kapsz egy p-nyíl, stb. Mert csak a legkülső mentén válkodsz. Nézzünk még egy példát, ezeket a példákat majd a bizonyításban használni fogjuk, mert nem sokára be fogunk bizonyítani valamit a Hilbert rendszeréről. Azt mondja, a p-nyíl q-ból, ebből az egy darab formulából, ugye ez egy egyenlőmű halmazokból van pakolva, le lehet vezetni a p-nyíl r-nyíl q-t. Ez gyakorlatilag mit jelent az, hogy ha van egy implikációm a bal oldalon, akkor a kettő közé, így zárójelzve beszúrhatok még egy föltételt formálisan. Ez itt azt mondja, hogy f nyíl g nyíl h nyíl f nyíl g nyíl f nyíl h alakú, mert ugye ez itt az f, ez itt a g, ez itt a h, ez itt az f, ez itt a g, ez itt az f, ez itt a h, és ha valaki nem emlékszik még erre az axiomára, akkor ez tényleg így néz ki, hogy f nyíl g nyíl h nyíl f nyíl g nyíl f nyíl h, fantasztikus. Jó, na most, hogy felvettük ezt a példányt, ezen már jobban fog látszani, mint az előbb, mert többféle betű van benne, hogy itt mire is játszunk tulajdonképpen, amikor példányosítjuk az első axiómát. Itt, ha megnézed, amit le akarok vezetni, ez pont megjelent itt a jobb oldalán ennek az axióma példánynak. Miért olyan jó ez? Mert a leválasztási következtetés úgy működik, hogy ennek az implikációnak, a külsőnek a mentén, ha ezt esetleg sikerül levezetnem, akkor levághatom, és megkapom ezt a jobb oldalt. Akkor ez egy implikáció lesz, aminek a bal oldalát, ezt, hogyha le tudom vezetni, akkor levághatom, megkapom a jobb oldalt, és tán, akkor ugye levezettem ezt a célformulát, aminek most nagyon örülnék, ha megjelenne végre a listámon. Úgyhogy, miután sikerült egy ilyen példányt fölvenni, már csak annyi dolgunk, hogy ezt a két formulát vezessük le. Hát látszik, hogy ez könnyű lesz, mert benne van a szigmában, de a közepéből formailag nem ér levágni, csak a bal széléről, ezért ezt egyelőre még megjegyezzük, hogy ezzel nem lesz olyan nehéz dolgunk, és fókuszáljunk erre itt. Hát itt azt látjuk, hogy ő maga nem axióma példány, viszont, hogyha csak megnézem ezt a részét, ez már axióma példány, f nyíl g nyíl f. Érdemes is rögtön akkor lepéldányosítani, megtesszük. Meg hettes axiómában az f nyíl q, f helyébe q, g helyébe r helyettesítése, f nyíl g nyíl f-et, pont ezt a példányt kapom. Miért olyan jó ez? Azért, mert a kettes axiómával, hogyha már valamit levezettem a listára, és szeretnék elé betolni egy fake premisszát, akkor arra pont jó a kettes axióma, mégpedig úgy kell ezt ilyenkor használni, hogy az f helyébe beírom azt, ami már megvan, a g helyébe meg azt írom be, amit elé szeretnék tolni. Most ebben az esetben éppen a p-t szeretném az f felé betolni, hogy végre le tudjam választani az első axióma, vagy az első formulámnak az premisszáját. És hogyha így példányosítom le, akkor ugye azt kapom, hogy q nyíl r nyíl q, f nyíl g nyíl f, p nyíl q nyíl r nyíl q. Miért olyan jó ez? Azért, mert ez itt a bal oldala, ez már megjelent, úgyhogy ezt itt leválaszthatom, és ami marad, ez a p nyíl q nyíl r nyíl q lesz. Ide is van írva, hogyha a 2-es-3-ason móduszban ezt alkalmazok, akkor csak ezt kapom vissza, a p nyíl q nyíl r nyíl q-t. És ez azért jó, hogy megjelent, mert ez pont ennek a hosszú formulának volt a premisszája, úgyhogy most megtehetjük, hogy még egyszer alkalmazunk egy modus ponens-t, levágjuk ezt az egészet, ami itt van innen, és felírjuk, hogy p-nyíl, q-nyíl, p-nyíl, r-nyíl, q. Itt megkaptuk. És most jön az a lépés, amit már ugye láttunk előre, hogy ez milyen jó lesz, hogyha meg tudjuk csinálni ennek az implikációnak, mert ennek a hosszú formulának ez a legkülső műveleti jele, a p-nyíl q van a bal oldalán, de mivel az benne van a szigmában, itt lakik, megkaptuk ingyen volt, fölvehetjük azzal, hogy eleme a szigmának, leválasztási következtetést alkalmazunk, és már is ezt a jobb oldalt megkaptuk.
Tehát az 5-ös 6-os leválasztásával kijött egy Pényér-Ernyő-kú formulánk, úgyhogy tényleg a Pényér-kúból Hilbert rendszerében levezethető a Pényér-Ernyő-kú. Ezt megjegyezzük, meg kelleni fog később. Nézzünk még egyet. Ez azt mondja, hogy hát lényegében a tranzitivitást, hogyha a Pényér-kút is le tudom vezetni, meg a kúnyinert is le tudom vezetni, vagy már eleve benne van az inputban, akkor a Pényérert is le lehet vezetni. Oké, okay, ez mi megint egy axioma példányosítással kezdünk. Ez ilyenkor majd lesz egy úgynevezett dedukciós tétel, ami meg fogja könnyíteni az életünket nagyon, de amíg nem használjuk a dedukciós tételt, addig általában úgy kezdődik egy levezetés, hogy az axioma egyet példányosítjuk, mégpedig olyan hosszú-hosszú-hosszú módon, aminek a végén megjelenik a célformulánk, megint ez történt, és mégpedig úgy, hogy ha először levágok az első implikációt, így ezt a premisszát, és aztán a maradéknak is levágom a bal oldalát, akkor ez ki fogja adni azt, amit le akarok vezetni. Ez lehet, hogy nem két lépésen belül történik meg, ha nagyon hosszú axioma példányt veszünk fel, akkor lehet, hogy 3, 4, 5, 10, 100 lépés után, de előbb-utóbb ledaraboljuk, és megjelenik a Pényér-R-ünk. Na most akkor itt mi történik, ezt is, meg ezt is leszeretném vezetni, először is a Pényér-Kúnyér-R-t. Megint az történik, hogy ez az egész se nem axioma példány, se a szigmában nincs, de a szigmában van egy nagyon hasonló hozzá a Kúnyér-R, azt fölvesszük, azzal vagy eleme a szigmának. Miért olyan hasonló? Azért, mert megint az történik, hogy egy P-t kell elé betolni. Mondtam, hogy erre való általában a kettes axióma. Fölvesszük azt a példányát a kettes axiómának, hogy az F helyébe írjuk a Kúnyér-R-t, a G helyébe megírjuk a P-t, és akkor az F helyében nyilván megint a Q-nyíl-R fog kerülni, ez itt az F-nyíl-G-nyíl-F alakú axiómánknak a példánya. Q-nyíl-R, Q-nyíl-R-nyi, P-nyíl-Q-nyíl-R, oké, most ez egy implikáció, melynek a bal oldalán megjelenő premissza az már szerepel korábban is, leválaszthatunk, és már is fölvehetjük a jobb oldalát, a P-nyíl-Q-nyíl-R-t, itt van. Ezt most okkal gyártottuk le, mert ezt le akartuk vágni, pont ezzel kezdődik ez az implikáció P-nyíl-Q-nyíl-R. Úgyhogy leválasztási következtetéssel megkaphatjuk ezt a részt itt, ezt. Pényír, kúnyír, pényír, R. Ide jön. Fölvesszük, azzal, hogy modus ponens 1, 4. Stimmel, és a pényír, kúnyír, pényír, R után már könnyű a dolgunk megint, mert a pényír, kú az rajta van. A szigmánk listánkon, szigma listánkon pényír, kú fölvesszük, és leválasztjuk, és már is megkaptuk a Pényér-R című formulánkat, amire vadásztunk. Na, így néz ki általában egy Hilbertre vezetés, amíg még nem használjuk az úgynevezett dedukciós tételt, amit nem sokára kimondok, bebizonyítunk, és onnan kezdve érni fog használni is. Egyébként egy harmadik is, amit a bizonyításban használni fogunk, az az, hogy a semmiből le lehet vezetni a hamis nyíl P-t is. Ezt nem előadáson csinálom, meg ez ki van alokálva gyakorlatra, ott van egy 7 lépéses levezetés erre a történetre. Persze nyilván nem csak annak örülünk, hogy a P-t le lehet vezetni, meg a Q-t, meg az R-t, mert általában nem számít, hogy most van egy-egy ilyen változós formulánk, de nyilván, hogyha P helyébe egy akármilyen F-et írok, és úgy ismétlem meg az egész levezetést, akkor nem azt fogom megkapni, hogy P nyíl P, hanem azt, hogy F nyíl F, és ez egy hasznosabb történet lesz. Ennek a levezetésnek, amit most nem mutattam meg, ha P helyére mindenhol F-et írunk, akkor lesz egy hamis nyíl F-ünk, amit szintén le lehet majd vezetni, és a P nyíl Q nyíl Q nyíl R-es történetből pedig le lehet vezetni az F nyíl H-t, tetszőleges F nyíl G-ből G-ből H-ból, csak a P helyébe F-et, a Q helyébe G-t, ahhoz R helyébe meg H-t kell írni, ami éppen kell. És ezek nagyon-nagyon hasonlítanak arra, amit a logikai következtetésről tanultunk, hogyha ide írnám azt, hogy, ezt a jelet, akkor ez azt jelenteni így ebben a formában, hogy az F nyíl F tautológia, és tényleg az, és hogyha ezt írom át két vonalasra, egyen magasítom a kerítést, a létrát, van akármit, akkor ez azt jelenteni, hogy a hamis nyíl F egy tautológia, és tényleg az, és ez is igaz, hogyha egy formulálmaznak következménye az F nyíl G, és a következménye a G nyíl H, és akkor a következménye az F nyíl H, és ezt is lehet ellenőrizni. És persze az is igaz itt, hogy ha egy szigmából le tudok vezetni egy F-et, akkor ha a szigmát bővítem, azt mondom, még több formulából lehet indulni, akkor nyilván abból a halmazból is le lehet vezetni ugyanezt, mert egyszerűen nem kell felhasználni az új elemeket.
egy Hilbert levezetésben, és ez is egy olyan állítás, ami ha itt kicserélem logikai következtetésre, akkor ez is igaz, ha a szigmának következménye az f, akkor egy szigmának bővebb halmaznak szintén következménye az f. És ez nem teljesen véletlen, hogy az egyvonalas meg a kétvonalas ennyire csereszabatosan lehet itt használni, mert a következő videókban azt fogom bebizonyítani, hogy ez mindig igaz is, hogy ha valamit le lehet vezetni Hilbert rendszeréből, ez pontosan akkor történik, hogyha ez a valami következménye az eredeti inputként kapott formula halmaznak. És ez pontosan azt fogja jelenteni, hogy Hilbert rendszere az, aminek szerettük volna, hogy legyen egy deduktív rendszer, mert ezek szerint ezzel az összesen háromféle axiomának a példányosításával, az eleme szigma fölvétellel, meg a modus ponens alkalmazásával, akkor ezek szerint tényleg minden logikai következményt le lehet vezetni. Ezt be is fogom bizonyítani. Sziasztok!